Sziasztok, gyerekek! De bácsi vagyok. Ne szólítsatok csak ide Bede bácsinak. Én vagyok a jóságos mesemondó. És egy szép mesét fogok nektek mondani. Várjátok a mesét, igen, jó. Hol volt, hol nem volt, valahol nem volt, hol nem volt, hol nem volt. Az óperenciás tengertől kicsit délre a kerekerdő szögletében éltegélt egy csüngő hasú mókuska. Igen, gyerekek, jaj, hát olyan nari kis mókus volt. Ugye megszorongatnám ott a kis húsos a püffet popizacskóját, gyárakák! Szóval ott élt az erdőben, fent egy odvasfában, mélyen bent az odujában, és nem csinált más egész nap, csak rákcsált. De nem ám diót, meg magyarót, meg toboszkákat evett ez a mókus gyerek. Nem, nem, allergiás volt rá, úgy bedagadt tőle a szeme, mikor először megkóstolta, hogy a többi mókus ettől fogva gülű szemű mókusnak csúfolta őt a gyerekek. Kusztustalan nagy tájog lett a szemén, csak úgy fröcskölt kifelé a nagy genyzacskóból a sok tucsi. Beterítette vele az orruját, beleragadta a papucsa, az oknia, de még a helyes kis borzas farkincája is tiszta zöld a gyerekek. Fajn! Na szóval ettől kezdve a mókus csak is kolbászt vett a boltba. Megszalonnát, de nem ám akármilyen szalonnát, hanem egy gigászi nagy tömbbe puffadt csatakos zsírtolt a csagó kapisztrális löng szalonnát. Hát akkora nagy volt az a zsírszalonna, mint egy 1000 éves mamut fenyő 100 évig élet kolosszális tobozmirigyár. Tömte is magába sok kolbászt. Először csak kicsi kolbászkákat evett, ilyen picike gyerekek. Akkora volt a kolbász, mint a kis ujjam körmén a vitamin hiányra utaló kis foltocska. Látjátok, ott van ez a kis fehér pötty, ilyen kicsi-kicsi kolbászkát evett ez a mókus elejében. De aztán egyre nagyobb és nagyobb kolbászokat evett. Egyiket a másik után csak úgy rágás nélkül nyomta le a torkán. Ahogy nyelte le a kolbászt, egyre több zsír került a torkára. A végén már annyira csúszott a mókusnak a torka, hogy a kolbász darabkák kétségbe esve nyújtózkodtak a fogai felé, hogy megmeneküljenek gyerekek. Inkább vállalták az őrlőfogok általi marcangolásos kínhalát, mint sem, hogy eltűnjenek a kobzsi nyálkás bélrendszerében, és ott a bélnedvek lassú emésztési folyamatai által egy másik dimenziójába fröccsöntve megsemmisüljenek. Tudjátok kivetni, gyerekek? Igen, tudjátok, értitek? Teltek, múltak a napok, a hetek és az évek. És a mókus valaha volt icipici pocikája. Egy görcsbe rándult, óriási bamba puffadt 100 tonnás haskolosseummal tagadt. Úgy csöngött a pici testén az a hatalmas has, mintha egy levéltetőre ráragasztottak volna technokorrapiddal. Egy rettentő nagy szatyorú vérnarancsot. Folyt, patakzott a homlokállól a zsír, ahogy izzadva cipelte azt a tonnányi teret a faágak között. Görcsösen kapaszkodva vájta bele karmait a fakéregbe, hogy le ne zuhanjon. Amikor a körzeti kolbász és hurkológai docenshez ment el vizsgálatra.
Igen, elment a doktor bácsihoz. Nem érezte valami jól magát, de nem áll. Ha pontosabban szeretnék kicsit fogalmazni, úgy érezte magát, mint egy kelletlen nagy vörös pattanás az ember homlokán. A hasfalát úgy feszítette már a sok zsír, hogy megrepett a bőre, és a hónaljából vett szőr darabkákkal kellett megfoltozni a hasán tátongó rést. Nehogy a zsír elöntse féltve őrzött kis orucskáját. Közben orbitális bűzpamacsokat erkedett altájékról, és fertelmes nagy zsírgömböket köpködött a földre, hogy enyhítsen körbe püffett, dölletre dagadt, ördatlan hasa szorítása. A docens bácsi megvizsgálta a mókust. Megnyomkodta a lapát nagy kérges kezével, a méretes nagy pöffeteggé változott testduzzanatot, és elhatározta, hogy antizsírinfúziós eljárással telítetlen zsírsavakkal cserélik a telített zsírsejteket. Jó, jó lesz! De nem tudta ezt a műveletet itt lent a földön elvégezni. Ki kellett lőni a mókust és magát az űrbe, oda fel, oda nagyon messzire, oda fel, a Holdon is túl, a Marson is túl, és a Pluton is túlra. Hogy súlytalan állapotba esélye legyen a hasfal alá kerülni és beszúrni az infúziós tűt. Be is szúrta, és csak pumpálta azt a sok telítetlen zsírcseppet, hogy kiszorítsák a sok telített randan a zsírgörgeteket. Kerintek az űrőbe, az adott pályán hosszú órákat húzták maguk után a zsírkondenz csíkot. A tudósok már-már egy új zsírúj rendszert véltek felfedezni a kozmos sötét fellegén. Amikor egyszer csak a mókus hasa ismét helyes kis pocakká, iciri-piciri kis bendővé változott, és boldogan tértek vissza a földre, az őperenciás tengertős dínre, a kerek erdő szegletébe, és boldogan éltek. Itt a mese vége, Pustele véle. Jó, jó volt a mese, gyerekek, tetszett? Jó, jó, sziasztok, gyerekek, sziasztok, jó, jó.